Sziasztok! A mai videóban az új botomat fogom bemutatni, ami a kezemben látható, éppen most érkezett meg, úgyhogy még ki kell csomagolnom. Az újabb botcserémnek a legfőbb oka, hogy az előzőnek a gyors akciója miatt rengeteg lemaradó halam volt, főleg a fárasztásnak az első fázisában, mikor megakasztom a halat, elkezd rugdosni, rázni a fejét. Egyszerűen nem tudta ez a gyors blank annyira levezetni ezeket a kirohanásokat, hogy a puha szájából ne tépje ki a horgot. Legalábbis elég sokszor előfordult. Plusz fárasztás közben is azt éreztem, hogy egyszerűen túl feszes a bot, és mindig azt a pillanatot vártam, hogy mikor szabja ki a horgot a halból. Ne értsétek félre, az a Levante egy rendkívül jó bot, csak egyszerűen nem arra, mire én használom. A wobbleres domolykózáshoz egy sokkal lágyabb karakterű botra van szükség, amit ez képvisel, papíron egy medium fast akciós botról beszélünk, viszont inkább közelebb van a regular fasthoz. Neki is állunk a kicsomagolásnak. Mint ahogy láthatjátok, még külön rögzítve van a bot a tokhoz, hogy ne csúszkáljon annyira szállítás közben. Biztos sokaknak ismerős lesz már ez a bot, hiszen a Kujing tetonjáról beszélünk, ami eléggé hírhet a domolyko horgászok körében. Így elsőre elég igényes ez a kis tok, amiben kapjuk. A belseje valamiféle, hát neoprémhoz hasonló anyagból készült. Mikor új botot veszünk, mindenképp nézzük először végig, hogy nincs rajta semmiféle sérülés. Ezen most nem látok szerencsére. Biztos sokaknak megosztó lehet ez az úgymond darázs mintás parafanyél. Nekem személy szerint nagyon tetszik, de hát ezt embere válogatja. Árérték arányban ez a bot egészen rendkívüli, hiszen az orsótartó is Fuji, illetve a gyűrűsor is Fuji. Ami azért nem megszokott ilyen árkategóriás botoknál, úgy gondolom. Még nem mondtam a botnak a pontos típusát, ez egy TTC 662L típusú Kujing bot, ami a light besorolást kapta, de szerintem ez inkább azért még az ultralight, illetve a BFS kategóriába tartozik, mint a lightba. A bot hossza az 198 cm, körülbelül 6 cm-vel hosszabb, mint a Levantém, de ez jó fog jönni a hosszabb dobások elérésének érdekében. Azt már egy elsőre is látom, hogy a blank az teljesen máshogy dolgozik, mint a Levante esetében, és sokkal vékonyabb konstrukcióról beszélünk. Annak ellenére, hogy a dobósúlya megegyezik a Levantémmal, azaz 2-10 g-os, a húzóerőben van különbség, ez a kis bot 3-8 font, a Levantém pedig 4-10 font volt, ha jól emlékszem. Tehát azzal a bottal sokkal nagyobb erőt tudunk kifejteni, viszont sokkal hamarabb fel is keményedik a bot. Nagyjából az első egyharmada dolgozik annak a botnak, ez pedig szépen az egész blank dolgozik fárasztáskor és dobáskor is. Így már kézbe véve is jól látható a különbség, most ezt így persze nem tudom átadni a kamerának olyan jól, viszont majd a teszthorgászaton meg fogjátok látni. A bot ára az 33.900 forint volt, és pontosan egy hét alatt érkezett meg. Ami azért nem semmi teljesítmény, sokszor Magyarországon belül nem jönnek meg a cuccok ennyi idő alatt, úgyhogy mindenképpen elégedett vagyok vele. Első ránézésre eszméletlenül tetszik, nagyon kíváncsi leszek, hogy hogyan fog teljesíteni. Ha ti is kíváncsiak vagytok, mit tud élesben a bot, a következő videómban megpróbálom letesztelni. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem, vízparton találkozunk. Sziasztok!